ki ne hallott volna Leszé hazatéréséről és a szemnél szebb filmekről be nekünk ezt a csodálatosan szép kutyát. A házaspárnak, a Balázsovics házaspárnak a hétköznapi élete, a hobbija a világ összes országában egy kapocsként fonódik össze. Neil White, Prince, aki magyar champion, német champion várományos. Lena, te kit hoztál? Én hoztam egy kolli hölgyet. Hölgyet, ő neve St. Jaker Spencer Dreams, és ő egy eredeti angol kutyám. Junior champion, Hungária champion, német champion, VAUDH champion várományos, klub győztes. Tenyésztője és tulajdonosa Balázsovics János és Elena. Kérdeztetem a kutyával legfőbb. Apja Lantagu Golden Harvey, anyja Demerik Sugar Beer Sandiakre. Tenyésztője Sandra Wigglesworth. Köszönöm. Nyitramenti olimpián szuperszár. Apja Knight Rambler of Bemur, anyja Niana Niles, Hungária junior champion, Hungária champion. Tenyésztője és tulajdonosa Balázsovics János és Elena. Kérnénk egy kört. Brooklyn Kings Minstrel. George Washington, anya Rooklyn Dresset Tutti Tukkil. Hungária junior champion, osztrák jugend champion, Hungária champion, nemzetközi champion, fiatal világgyőztes 94-ben, világgyőztes 95-ben, klubgyőztes. Tenyésztője Mr. Betigen, tulajdonosa Balázsovics János és Elena. Kérnék őt. Dalen Dabbe-Blendiet Braille apja a kutyának, az anyja Claradan Stars in Herais. Magyar champion, Hungária champion címet ért el a kutya. Tulajdonosa Lisai Erika, tenyésztője Balázsovics János és Elena. Kérnék őt. Rögtön úgy döntöttem, hogy nekem ezt a fajtát kell tenyészteni, és kell velük dolgozni. És úgy hoztál Angliából kutyát magaddal? Vagy igen, hogy? Igen, Angliában 1985-ben hoztam be az első kennel alapító szukámat, Claradon Stars in Herais-t, aki utána mondhatom Európa egyik legjobb tenyészállata volt, és vele kezdtem el a tenyésztést, és gyakorlatilag a kutyák által ismertem meg a feleségemet. Ne menjünk elébe. Léna, te, hiszen akkor még az életetek külön állt, de hogy ismerkedtél meg a skót juhásszal? 10 éves voltam, amikor megláttam első kolli kutyát. Akkor egy keli tásra voltam szülőkkel, és megláttunk ezt a fajtát. Elbűvült szépségek és természet, és én rögtön akartam ilyen kutyát magamnak venni. És persze szülők nem akartak. Miért nem akartak? Nem akartak azért, hogy akkor éltünk egy kis lakásban, és szülők nem akartak olyan nagy testű és hosszú szőrű kutya kis lakásban befogadni. Mikor sikerült? De enyém szülők nagyon szerettek engem, és körülbelül 10 hónap múlva vettek nekem egy csodálatos vörös színű kolli kan kutyát. Ha jól tudom, azt ugye Happy-nek hívták. Happy. Hány éves voltál, amikor aktívan bekerültél már a kinti skót juhász klubba? Körülbelül 17 éves voltam, amikor beléptem Szverdlovszki
Kolli klubba, és megkezdtem tanulni mindazt, amit Kolli fajta kapcsolódik. Ha jól tudom, te inkább akkor a kiképzés és... Igen, igen, azért inkább kiképeztem kutyák, és első Kollim Happy csodálatos munkakutya volt. Nagyon sok versenyt nyertünk vele, munkaversenyt nyertünk vele. És de utána minden érdekel volt. Nekem nem csak kiképzés, hanem kiállítás, tenyésztés is. Tehát gyakorlatilag, ha jól visszaszámoljuk, és most áruljuk el, ezzel eláruljuk a korodat a nézőknek, de hagyd mondjuk el, hiszen azért ez egy nagyon komoly szám, 30 éve foglalkozol a Kolli. És én külön elmondhatom azt, hogy a kutyáknak köszönhetem a feleségemet, akivel megismerkedtünk szintén a kutyák által. Hogy ismerkedtetek által. Meg? Gyakorlatilag mi úgy ismerkedtünk meg, hogy Léna eljött Magyarországra, és egy sheltit szeretett volna venni, és engem ajánlottak a kinti orosz tenyésztők, hogy én fogok tudni segíteni. És aztán így kezdődött egymással a kapcsolat, és a szerelem és a házasság. Léna, a te életedben még volt egy nagyon fontos momentum, ami aztán az egész hivatásodban változást hozott. Mi volt ez, elmondanád nekünk? Igen, igen. Én kiskortól nagyon szeretek állatok, és egyik legkedvenc tantárgyam volt biológia. De egy ipari városban éltem, és népszerű foglalkozása, mérnöki foglalkozása volt ezt városban. Enyém szülők is akartak, hogy én mérnök legyek. Azért lettem Szverdlovszki Műszaki Egyetem hallgató. De másfél múlva egy kedvenc kutyám Happy-val egy baleset történt. Mi történt? Egy nagyon súlyos comb törés történt vele, autó baleset volt, és sajnos akkor az ezt időben se állatorvosok, se humán orvosok nem tudtak segíteni neki, hogy nem tudtak teljesen meggyógyítani kutyám. És egy óriás stresszben voltam azért, és egy forradalom történt egy lelkemben. És akkor gondoltam, hogy miért tanulok olyan dolgok, amit nem nagyon érdekel nekem, mikor akkor is például ezt időben nagyon szerettem olvasni egy kutyaszapornicáról, vagy igen, valami olyasmi. És igen, kutyabetegségekről. És utána úgy döntöm, hogy abba hagytad a Műszaki Egyetemet, igen, és mondj másfél év után, és akkor fejezte be a mondatot, hova mentél tanulni? Egy állatorvosi egyetembe. És mikor doktoráltál Lehányba az állatorvosi egyetemen? 1982 végeztem. Hatilag a 500 körül a helyi pásztorok kutyái a rómaiak által behozott kutyákkal párosultak, és ez volt a skótjuhász őse. Ezután ők pásztorkodásra és őrködésre használták a skótjuhászokat. Két változata fejlődött ki idők során, a rövidszőrű és a hosszúszőrű. A hosszúszőrűek azok őrizték a birkákat, a rövidszőrűk az egyes történetek szerint pedig a marhákat őrizték. Ezután, ha azt akarnánk a mai modern kollival összehasonlítani, az eredeti skótjuhász kutya sokkal kisebb fejű volt, sokkal hosszabb fülű, sokkal nagyobb agykoponyai része rendelkezett, és kisebb volt a teste. Az évek folyamán, körülbelül az 1800-as években alakult ki a mostani modern skótjuhászoknak az ősei, amikor már szelektálva tenyésztették, és odafigyeltek a méretekre, és odafigyeltek a nagyságra. Kik voltak olyan híres emberek, mert tudom, hogy voltak, akik skótjuhászt tartottak, illetve tenyésztettek? Itt kell megemlíteni a legnagyobb reklámot hozó embert, más Viktória királynőt, aki felfedezte ezt a fajtát, és bevitte a királyi udvarba, és ahogy a királyi udvarba bekerült, ott megszerették, és társkutyává fogadták. Ezt dokumentum is őrzik, és ezután indult el a Kolli, vagy a skótjuhász népszerűsége a világon.
Ezután azt tudnám még elmondani, ami nagyon érdekes, hogy angol és külföldi bevándorlók, amikor Kanadába és Amerikába bevándoroltak, bevitték a Scott Juhász kutyákat. A Scott Juhász kutyákat ők úgy szintén nyájak őrzésére és őrködésre használtak, és van egy érdekesség, hogy J. Pierre Morgan, aki pénzügyi és bankügyi iparmágnás volt, ő megalapította a Craston Kennelt, természetesen Angliából vette az alapállományát, és aztán később a kiállításokon már az ő általa tenyésztett kutyák versenyeztek egymással. Léna, itt most még beszélgettünk Jánossal a Collie eredetéről, történetéről, természetesen a nézők a ti kenneleteknek a kutyáit látják. Hogy milyen a Collie-nak az általános megjelenése? A Collie ez egy közép méretű, nagyon szép, elegáns, hosszú szőrű juhász kutya. És marmagasság kanok 56-61 és szukak 51-55. Ezt lehet róla elmondani általánosságban. Mire kell odafigyelni, amik nagyon fontosak? Tehát én kezdjük akkor a Collie standardjével, jó, menjünk bele. Kezdjük a Collie-nál a törzsével, a testével, hiszen egy fontos dolog. Collie törzse kicsit hosszú, nagyon jó mély és széles mellkása van, edenes, feszes hat van, és nagyon szép, hosszú, elegáns nyaka. Milyenek a lábai, tehát a végtagállásai? Végtagok egészséges, párhuzamosak, jó kifejezett szögelésekkel. A faroktartása? Faroktartás. Úgy szoktuk alacsony. Mondani, tehát alacsony, tehát soha nem lehet föl, nem lehúzhatja föl? Igen, igen. Tehát alacsonyan kell tartani. Alacsony. Akkor azt lehet mondani, ahogy most mutatod is a képen. A farok hosszú és alacsony, alacsonyan hordott kutya. Na itt úgy mutatom szögeléseket. A szögeléseket. Menjünk rá a kutyának, a Collie-nak a nyakára, mert egy csodálatosan szép részezés a nyak. Igen, igen. Ezt a hosszú és ívelt nyaka adott kutyának egy büszkés állás. Tehát ez nagyon fontos, ez meghatározza nagyon fontos, a Collie-nak. Ez nagyon fontos, és ezt tulajdonságból is sok művészek írtak, hogy Collie ez egy nagyon-nagyon szép, büszke kutya, és ezt a mellkása és hosszú nyaka pont ezt adott. A nyaka után következik a fej. Igen, ami megint ez, nagyon érdekes. Ez is nagyon fontos fajtának, hogy fej középhosszú, nagyon elegáns, lapos kaponya, jó kerekít arcrészere, és arcrészere és kaponya között enyhe, de kifejezés topja van. Jó erős alkapocs van, ez egészséges kutya, nem finom diszkutya, azért, hogy legyen jó foga, jó erős alkapocs. Nagyon kicsi és 3/4 fél álló füle, szeme, mandula vágó, sötét barna, és nagyon fontos arckifejezés, Collie arckifejezés, azt mondta emberek. Mosolyog a Collie? Igen, ez egy mosolyogos, egy vidám, egy aranyos, egy magas szintű intelligencia tükrözik ezt a Collie arckifejezés. Menjünk most rá a Collie-nak megint egy nagyon fontos részére, a szőrzetre. Hányféle szín van? Igen, 3 színváltozata van Collie-nak, ezt vörös-fehér, trikolor, ez úgy jelent, hogy fekete, fehér és vörös jegyekkel, és blümerle szín. Blümerle szín, ez ezüst, egész kutya ezüst színű, fekete foltokkal. Mit tudsz még elmondani esetleg, János, és te is így bekapcsolódva a Collie-val kapcsolatosan? Tehát például nem beszéltünk még a fogazatról, hogy milyennek kell lenni a fogzáródásnak. Óló.
ollós fogzárodásnak, és akkor most térjünk rá egy nagyon fontos részére. És erre azt szeretném, ha János, te válaszolnál. Miután azért nem szabad elfelejteni napjainkban sem a modern világban, hogy a Kól és a Skót juhász is nevében is benne van, hogy juhászkutya. Milyennek kell lenni a jó kóli mozgásának? A jó kóli mozgása, én szerintem az egyik legfontosabb. Épp azért az ősi tulajdonságokat hordozza magában, és könnyednek, tértülelőnek és nagyon harmonikusnak kell lennie. Pontosan azért, viszont egy nagyon jó testfelépítés tudja csak ezt hozni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mozgás egyenes vonalú legyen, és ettől az egyenes vonalú mozgástól ne térjen el. Ha már eltér, akkor vagy az első, vagy a hátsó végtagoknál probléma van. Megbeszéltük most teljesen alaposan, úgy érzem, a külső tulajdonságokat. De menjünk rá a belsőre, hiszen egy kutyának a meghatározója a belső tulajdonságai. Melyek azok a belső tulajdonságok, ami ezt a kutyát világsztárra tették? Én azt hiszem, hogy az én szerelmem azért lett ez a fajta, mert megéreztem bennük azt a szeretetet és azt a ragaszkodást és azt a hűséget, amit ugye sok helyen a filmek is bemutatnak, ami a kóli fajtánál van. Ugyanakkor rendelkezik egy nagyon-nagyon jó szívvel, egy nagyon-nagyon jó intelligens gondolkodással. Nagyon-nagyon szereti a kóli a gyerekeket. És ne felejtsük el, hogy mivel több ezer év óta ugye a kóli köztünk van, azt lehet mondani, hogy nagyon jó ki lehet képezni munkára, és nagyon-nagyon alkalmas őrzésre és jelzésre. És gyakorlatilag ezáltal egy nagyon használható fajta, és ami még nekem nagyon tetszik bennük, hogy nagyon intelligensek, és tudnak gondolkodni. Tehát nem feltétlenül egy panacsnál meggondolják, hogy oldják meg. Tehát te kiadsz nekik valamit, akkor ők gondolkodnak azon, hogy jó-e vagy nem, és a jót csinálják meg, tehát vagy amit ők akarnak. Gyakorlatilag nem ilyen probléma van, mert hallgatnak a gazdára, hanem ő megpróbálja a könnyebbet megoldani. Ami könnyebb, tehát gondolkodik, és ha könnyebben meg lehet csinálni, akkor inkább azt válaszza. És ez egy nagyon szerintem az intelligencia szintjük, azért fejlődött ennyire nagyon ki, mert nagyon ragaszkodnak az emberhez. Na most a visszatérek a Leszi hazatér című filmre, regényre, minden, hiszen sokszor, én is nagyon sokszor végignéztem, de az emberbe fölmerül, hogy ez biztos az írónak a képzelete, hogy egy skót juhász ilyen messziről hazatér. Ti, mint Európa egyik leghíresebb tenyésztői. Nagyon sok skót juhász között éltek 20-30 éve. Hazatalál-e a kolli? Tehát van-e ilyen tulajdonsága? Ez nem lehet kérdés, mert hazatalál. Nálunk is nem egyszer volt, hogy kipróbáltuk, hogy tudnak orientálódni. Nagyon tudnak orientálódni és hazatalálnak. Sőt, nagyon érdekes, amikor kiállításokra megyünk, hogy mennyire vigyáznak az autóra, hogy mennyire az autó akkor a támpont, mert ugye akkor a hazai házat elvesztették, és akkor az autóra orientálódnak, és nagyon hűségesek. Most a nézők a filmen a tenyészeteteknek a fiatal, csodálatos utódjait láthatják, és aztán biztos, hogy fogunk találkozni jövőre, meg majd utána, és az Ebugatta műsorban is, hogy beszámolok ezeknek a nagyon szép kóli kölyköknek az eredményéről. Kell-e nevelni a kóli kölyköt? Tehát én az iránt érdeklődöm, hogy sokszor vesz valaki egy juhászkutyát, és azt hiszi, hogy azt könnyedén bedobja az udvarra, és miután juhász kutyát ott őriz, kell nevelni a kollit? Természetesen kell, mert mint minden fajtát, de nagyon könnyű nevelni, és nagyon, ha szeretettel neveli az ember, nagyon könnyen tanulékonyak. Hát itt majd lesz egy bejátszás, amikor a Léna megállítja egyedül a kutyuskát, amikor gyakorol vele az ember, és érzi azt a szeretetet, sétál, akkor mindent megcsinálnak, hiszen igyekeznek a gazdának a jót csinálni. Nagyon kiemeljük a kutyafajtát, de ki kell emelni, hiszen azért általában a juhászkutyák maguk is alapvetően intelligensek. Igaz-e, hogy a kolli megérez dolgokat, vihart, földrengés, stb.? Igaz, nagyon igaz. Sőt, nagyon-nagyon érdekes dolog például az is, amikor feleségem elmegy gyógyítani, és jön haza gépkocsival, és már én tudom, hogy ő jön, úgy jeleznek, van egy bizonyos szabályos jelzésük,
hogy megjött a gazda. Ugyanígy tudom azt, hogyha idegenek jönnek, és ugyanúgy, hogyha bármi olyan külső probléma van, akkor azt is külön jelzik. Tehát van egy intelligencia szintjük, amit el lehet mondani, és én nekem ez nagyon jó dolog, mert tényleg hallom, hogy jön a feleségem haza, és tudom. Léna, van-e valami esetleg, amit te is hozzáfűznél, amit János kihagyott a belső, a lelkükről a kutyáknak? Hát, csak konkrétan példát tudok mondani, hogy például Koli, nincs, nagyon kevés kolli van, hogy egy kenyelmeten szakásos. Például ez a kutya nagyon ritka, hogy 20 állandóan 20 porasz. Mindig megy nyugodtan gazda mellette. Ezt a kutya nem fog elébrejteni reggel gazda. Ő fog várni, mikor gazda felébrejt, és akkor csak fog mondani, hogy no, megyünk sejtálni, most már kell. És nagyon, nagyon türelem kutya. Nagyon türelmes kutya. És tényleg ez nagyon-nagyon gyerekszerető kutya. Mennyi időnként kell fürdetni? Én javasolok, hogy nem kell fürdetni Kolli több, mint egy-kétszer per év. Ez az a samponos fürdetés. Samponos fürdés van. Ha sáros lesz a lába, vagy ilyesmi? Akkor lehet használni. Csak víz zuhányozni kutya, és csak olyan helyek, hol sáros helyek, nem egész kutya. A filmen látják a nézők, hogy egy fésűvel te valamilyen műveletet végzel. Mi ez? Ezt vedlek korban, kell szedni egy, a Kollinak a szőrét. A Kollinak ezt áj szőret. Mennyi időnközönként vedlik a Kolli? Ez attól függ, hogy ezt kan vagy szuka, és milyen korban van kutya, de általában 2-3 hét maximálisan egy hónap vedlet kutya, és körülbelül egyszer per hét kell kiszedni ezt a vedlet szőret. Most láttunk egy érdekes kefét, ami olyan fémszerű, ezt is még akkor kell használni, amikor vedlik a kutya? Nem, ezt a kefét használjunk, mikor kell fésülni hosszú, durva szőret, például farok vagy zászlókat, első hátsó laboknak. És itt most látunk olyan helyi Kollinak, hol csomó lehet a fülén. Csomósodik szőre, és azért ez kell figyelni, és én használok egy hab, és utána kefélni, hogy ne legyen csomók szőre füle alatt. Azt hadd kérdezzem meg tőled, hogy egy... Most, mielőtt még megkérdezem, most látunk egy másik fajta kefét. Ezt mikor használtad, azt a szőrkefét? Azt mikor használod? Ez a szőrkefé bármikor lehet használni, ezt mikor egész kutya lehet kefélni ezt a kefével. És nagyon fontos, mikor fiatal kutya, mikor kölyök kutya, akkor csak kizárólag ezt a típus kefé használni. Igen, ezt akartam most megkérdezni, hogy mit javasolsz, hogy mennyi idős korban kezdjük el a szőrápolást a kölyöknél? Amikor megvettük a kutyát rögtön? Egy kölyök, akkor kell kezdeni megtanulni kölyök, hogy nyugodtan kell viselkedni, mikor kefélnek egy kutyát. A másik kérdésem az, közben a nézők látják, hogy ugye bizonyos fokon ollót is használsz. Igen. Ezt miért kell? Első ez esztetikus dolog, hogy végtag a Kollinak rövid szőrű legyen, és azért, mikor kicsit túl hosszabb szőre, hogy kiszedünk ezt a szőre, és másik dolog, hogy mikor rövid szőre ujjak között egy rövid szőre, akkor sokat kevesebb sárt fog hozni kutyát lakásba. Itt hátul is gondolom, hogy a hátsó lábon is. Egyrészt esztétikai, ugye, és akkor másrészt pedig a szögéleseket esetleg kiállításon jól látják. Na most segítsünk abban a nézőknek még, hogy a felnőtt kollit, te mit javasolsz, mennyi időnközönként kell megkefélni, vagy így rendbe tenni, amit most látunk a filmen? Én saját kutyák kefélek egy-kétszer per hónap. Tehát nem többszörök. Igen, ezt azért tartom nagyon fontosnak. Azért, bocsánat, hogy standard szerint kolli szőre durva struktúra legyen. Igen. Nem finom, nem
puha szőre, ez egy durva szőre is. Angolul rauh koli úgy jelent, hogy ez durva szőrű kutya. És ezt a szőre nem sokat gond ezt a szőrével. A kennelem 1984-ben alakult, és most lesz 15 éves, én nekem ez egy nagy boldogság, most fogjuk a jubileumot ülni szeptemberben. Először én csak hobbinak vettem a kolitenyésztést, de amikor jártam Angliában és megláttam ezeket a csodálatos kutyákat, akkor elhatároztam, hogy mindenféleképpen nekem is tenyésztőnek kell lennem. Hány kutyátok van most jelenleg a tenyészetben? Jelen pillanatban a tenyészetben 7 kutya van, és mi nem nagy számmal tenyésztünk, hanem minőséggel. És én éppen szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag a legfontosabb, hogy az alapállományom Angliából van. És ezt szeretném elmondani, hogy én Angliából összesen 8 kutyát hoztam be, 6 szukát és 2 kant, és én úgy érzem, hogy én nagyon jól döntöttem, mert csak egy fajtát az anyaország állományából lehet tenyészteni. Nagyon döntőek a szukák, hiszen ha egy jó szukával kezdi el az ember a tenyésztést, az már olyan tulajdonságokat hordoz, amelyekhez könnyebb kiválasztani a megfelelő kant, és annak a tulajdonságaival javítani az állományt, és én úgy érzem, hogy csak tényleg kimagasló szukával és kimagasló tenyészértékű kanokkal lehet győztes kutyákat tenyészteni. Lenaid, a tenyésztéshez, tegnap, hogy beszélgettünk, te is mondtál nekem egy olyat, hogy mire törekeztek a tenyésztésbe? Itt arra gondolok, tudod, amit elmondtál, hogy vagyunk, leszünk, és ezt folytasd nekem, jó? Mert ez nekem nagyon tetszett. Én úgy gondolom, ha röviden mondani tenyésztésről, hogy egyfajta volt, van és lesz. És mi csak rövid idő vagyunk ezt fajtával. És mi első feladata, legfontosabb feladata szerintem, hogy legmaximálisan közelebb standardhoz tenyészteni kutyákat.